Újra meghatározó csapatnál dolgozhat edzőként Kalmár Ferenc, aki minden idők egyik legjobb szekszárdi csapatának meghatározó játékosa volt a 80-as években, aki hosszabb ideje csapat nélkül volt. Legutóbb a Tolna megyei válogatottat összeállító és azzal meccselő trénert Bátaszéken kérték fel, miután Szűcs Lázár néhány gyengébb eredmény után váratlanul távozott az őszi idény vége felé. A félbeszakadt bajnokság utolsó két meccsén már ő rakta össze a bátaszéki csapatot, amely a korábbi pontvesztések után is lecsúszott a dobogóról, és két elmaradt meccsel a negyedik helyen áll. A cél mindenképpen a dobogóra való fellépés, gondolná a kívülálló, ám Kalmár Ferenc a tőle megszokott módon most is maximalista. Én mindig azt mondom, a játékosainak meg kell nyerni a bajnokságot, minden meccset meg kell nyerni, úgy megyünk ki, úgy küldöm ki őket, felkészítve. Bátaszéken a játékos állomány valóban adott erre is, de, mint tudjuk, jó erőkből állnak a riválisok is. A listavezető Gerjennek úgy is van, lesz 4 pont előnye velük szemben, ha a Bátaszék mindkét elmaradt meccsét megnyeri. Az, hogy Gerjenben most több pénz van, jobb lehetőségek, kutyát nem érdekli. Engem az érdekel, hogy minden meccset megnyerjünk. A jó erőlét érdekében néhány nap múlva már heti 5 edzéssel készül a Bátaszék. Sűrű lesz a csapat edzőmeccs programja is. Az új műfüves pálya adta lehetőségeket maximálisan igyekeznek kihasználni. Ha az időjárás zord arcát mutatja majd február végén, március elején, itt fogják játszani majd a bajnokikat, a hazai meccseiket a Bátaszékiek. Akik dominálni szeretnének labdabirtoklásban, még markánsabb támadó futballt szeretne viszont látni Kalmár Ferenc. Hátul egy biztonságos játékot szeretnénk, és elől úgy szeretnénk, hogy tudjunk gólokat rúgni, és mindig egyet többet rúgjunk, mint az ellenfél. Ha a két kiszemeltet, akiknek a neve még nem publikus, sikerül a napokban leigazolni, még erősebb lesz a keret, még nagyobb lesz a versengés a csapatba kerülésért. Azt mondja a tréner, nála momentán nincs fix helye senkinek sem. Tóth Tamás ki kell szolgálni és termentesíteni, vagy lesznek neki is versenytársai? Neki is lesz ugyanúgy versenytársa, mindenkinek lesz versenytársa. Én úgy gondolom, nagyon remélem, hogy mindenki be fog állni a sorba, és normálisan fog edzeni. Ezt majd beválik, hogy ki fog játszani. A csak 3 védős szisztéma is szóba jöhet. Aki jobb, ügyesebb, jobban lelesi a labdákat, jobban érzi a helyezkedéseket, az fog játszani. Mindig más lesz a taktikánk, de én azt szeretném, hogy minél hamarabb elvegyük az ellenféltől a labdát, és minél gyorsabban fejezzük be a támadást. Nemes ellenfelek egész sora vár a Bátaszékre. Tavasszal tudják, minden idők talán legkiélezettebb bajnokságának tavaszi folytatása várható. A Gerjen, a Tamási is nagy esélyes a bajnoki címre, és pillanatnyilag a 3. Bölcske és a jelentősebb ponthátrányban levő, de anyagerős Bonyhád sem csak a mérleg szerepét szeretné betölteni. Kalmár Ferenc eddig a megye egyben 1 évtizeddel ezelőtt Majoson maradandót alkotott. Ő rakta össze az akkori, mindmáig egyetlen majosi bajnokcsapatot. Itt is ugyanaz a helyzet. Én úgy gondolom, hogy itt is most jó csapat. Azt gondolom, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot, tehát nyáron. Én úgy szeretném, hogy tudnánk ünnepelni, úgy, mint Majoson anno. Ilyen sikerre vágynak és várnak újra Bátaszéken.